nem hagyjuk a sportcélra, mert amit egyszer elherdáltak, hogy elherdálni látszott, azt nem engedjük. Ünnepi nap ez a mai számunkra, hiszen Győr egyik ikonikus épületét vesszük meg a korábbi tulajdonosától, és azzal a szándékkal, hogy ezt felújítsuk, ezt az épületet, és ismét a köz számára bocsássuk használatra. Az a tervanyag, ami engedélyeztetett és mögötte van, ez lehetőséget ad arra, hogy ha a pénzt megszerezzük, akkor nem kell késlekednünk. Úgyhogy fontos, hogy nem csak egy épületet vásárolunk, hanem egy épület rekonstrukciához szükséges kiviteli terv csomagot engedélyekkel. Leültünk tárgyalni, és ők is úgy látták, hogy az épület megmentése fontosabb számunkra, mint a tulajdon, és ezt köszönöm szépen ismét, hogy ez is Győr város érdekét szolgálja, és ők is az épületért, a Győr város egy fontos épületért érzett felelősségükkel álltak ehhez a tárgyaláshoz. Fantasztikus dolog egyébként, és én javaslom mindenkinek, hogy kukkantsatok be itt ebbe a zöld kis bódéba, meghökkentő dolgokat fogtok látni. Tehát olyan eredeti, ott hagyott hajókat, amik már múzeális értékűek. Döbbenetes. Egyrészt döbbenetes, hogy ez így sportvezetők hogy hagyhatták így prédára. És a Radó-szigeten állunk, ami Győr város, Győr belváros, Győr történelmi város részének az egyik fontos kulturális helyszíne. Az épületünk funkció nyilván ennek a helyszínnek a kiszolgálását kell részben majd ellássa, másrészt a kulturális célokat, de nem adjuk vissza sportcélra, mert amit egyszer elherdáltak, hogy elherdálni látszott, azt nem engedjük. Én országgyűlési képviselő, ha bármi lehetőséget látok ebbe az ügybe, mindenképpen országos forrást is, akkor nagyon szívesen segíteni fogok, hogy ez az épület minél előbb megújuljon, és azt a képet mutassa majd, ami ott látható azon a látványtermen. Már a Kossuth híd lábánál található csónakház is jó úton halad abba az irányba, hogy meg tudjon újulni a következő időszakban. Én azt hiszem, hogy ezeknek az épületeknek a felújítása nagyon sokat jelenthet a jövőben azzal kapcsolatban, hogy a vízi turizmus újra igazán magas színvonalon tudjon itt működni Győr városában, hiszen a vízszint szabályozásnak köszönhetően néhány év múlva már azt hiszem, hogy újra megjelenhetnek azok a hajók, újra megjelenhetnek azok a csónakok itt a Rábán és a Mosoni Dunán, amik a győrieket, illetve az ideérkező turistákat szolgálják, és a vízi turizmus egészen új lendületet fog kapni, egy megújult vagy egy új csónakház épület pedig biztos vagyok benne, hogy jól tudja majd szolgálni ezeket a törekvéseket.